Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, ahogy arról már beszámoltunk a híradóban is, délelőtt tüntetők, demonstrálók foglalták el a Fidesz Lendvai utcai székháza előtti területet, aztán egy-két erkély részletet, egy-két kerítés darabot, szóval ott vannak a székháznál. Aztán késő délután a békemenet tagjai is a Facebookon szerveződve oda mentek, békét hirdetve. A Népszabadságból olvasok most Önöknek egy sort. Rohadt tetves kommunista Bérenc, mindjárt pofán váglak, hogy megesz a fene. Ezzel fogadta a Népszabadság videóriporterét az egyik békemenetes tüntető a Népszabadság információi szerint. Szóval tüntetnek az alkotmány módosítása ellen, mert az alkotmány nem játék. A Lendvai utcából, utca előtti területről jött ide a stúdióba két tüntetőnk. Már hogy két tüntető, Turay Eszter és Rózsa Milán. Jó estét kívánok! Hogy szerveződtek? Tehát kik állnak, vagy hogyan, vagy hogy jött az ötlet, vagy semmit nem tudunk Önökről? Hát igazából ez egy állampolgári akció. Azt gondolom, hogy nincs jelentősége annak, hogy igazából itt nincsenek szervezetek, és az a lényeg, hogy mi állampolgári felelősségből mentünk oda, mert azt gondoltuk, hogy egyszerűen kötelességünk tiltakozni ezen a jogtiprás ellen, ami most folyik, és aminek a negyedik alaptörvénymódosító tervezet az egyik ilyen csúcspontja. Ugye olyan sokszor szoktuk azt mondani, hogy az embereket, a fiatalokat, középkorok, idősek, teljesen mindegy, hogy milyen korosztály, olyan nagyon nem izgatja az alkotmány. Mert hogy a hétköznapi életünkhöz az alkotmány, annak nem része, nem tartozik hozzá. Sokkal inkább része az, hogy mennyi az elektromos számlánk, mennyi a gázszámla, mennyit fizetünk a tejért, és így tovább, hogy lesz-e felsőoktatásban helye a gyerekünknek, unokánknak. Önöket az alkotmány, mint olyan, fiatalokként miért, és alkotmánymódosítása miért érdekli, miért ennyire szívügyük? Ez az alaptörvény igazából nem csak a fiatalokat érinti, tehát ez nagyon-nagyon sok csoportot egyaránt, mindenkit egyszerre érint. Tehát egy család fogalomnak a szűkítés, ami csak a házasságon alapul, és szülő-gyermek kapcsolaton, az nem csak a fiatalokat érinti, a tüntetők között sem csak fiatalok vannak, hanem nagyon-nagyon széles skálája azoknak az embereknek, csoportoknak, akiket érint az alaptörvénymódosítás lassan már így a bőrén, szóval sajnos nem tudjuk ezt a fajta, úgymond, hogy az alkotmánnyal nem foglalkozunk, hogy mi jogokat biztosít, most inkább korlátoz, és ezt már igazából így a bőrünkön érezzük, és ezért éreztem én is felelősségemnek és kötelességemnek, hogy ma tiltakozzak ez ellen. De egyébként a civil életben, amikor éppen nem a Fidesz székház előtt tüntetnek, joggal, vagy alkotmánnyal, vagy alkotmányjoggal foglalkoznak, vagy teljesen más területtel? Tehát, hogy semmi közük ehhez. Nem vagyunk alkotmányjogászok. Nem vagyunk alkotmányjogászok, és egyébként itt még azt tenném hozzá, hogy az alkotmánynak az lenne a funkciója, hogy egy ilyen védőhálószerű biztosítást adjon az alapvető emberi jogoknak és a jogállamiságnak. Tehát azzal semmi gond nincsen, hogyha az emberek nem beszélgetnek a buszon minden nap az alkotmányról, ideális esetben. Tehát pont azért van most erről szó, mert beleírnak olyan dolgokat, amik egyrészt alkotmányi jogilag is nonsens, hogy belekerülnek, tehát hogy amilyen jogászokkal beszéltem, ők mondták, tehát, hogy ilyeneket, hogy a hajléktalanság kriminalizálása, ilyen rendészeti dolgokat beleírnak, az alkotmány jogilag is nonsens, nem csak emberi jogilag. Tehát, igen. Értem. Milán, az ön türelmét, sokan csodáljuk, az biztos a mai nap folyamán. Az Index felvételein láttam azt, ahogy egy, békésnek nem mondható ellendemonstráló, járókelő, úriember odalépett Önhöz, és ha jól láttam a felvétel, akkor se szó, se beszéd, egyszer csak úgy odalépett, és ott volt. Igen, tehát és nem az egyetlen volt ezek közül, tehát többször sajnos előfordult annak ellenére, hogy milyen nagyon erőszakmentesen tiltakoztunk az alaptörvény negyedik módosítására, többször előfordult dolakodás, a biztonság, úgynevezett biztonsági örök a Fidesz székházon belül megrugdosták, megütötték a demonstrálókat, a békemenet tagjai közül zsidóznak, buziznak, leköbdösik az embereket, és az említett úriember például, hogy letépte a táblámat, aztán ütött, és... Na már is mutatjuk akkor, hogy mi volt ez az ominózus felvétel, amikor is ön elé lépett egy járókelő úriember. Az Index felvételeit fogják másodperceken belül látni, hogyha a kollégáim is
elkészültek vele. Tehát ez történt ma önnel és egy járókelővel. Az alkotmány nem játék! Nem, nem, nem! Az alkotmány nem játék! Nem, nem, nem! Alkotmány, demokrácia! Tartok egy kis jó savat a pofátokba! Kérsz egy kis sósavat a pofádba? Ezt mondta az úriember önnek? Igen, én ezt azt táborral még nem hallottam, de azt már igen, amikor azt mondta, hogy az én pofámba szeretne egyet ütni. Ezt később azért nem történne teljes mértékben meg. Ja, meg én, úgy tett, mintha semmi nem történne. Én egy erőszakmentes tiltakozó vagyok, nem éreztem volna egyrészt se szükségét, se értelmét, se hogyan sem. Jól tette, roppant jól viselkedett, nem erről van szó, csak kevesen képesek erre, hogy egy ilyen típusú fellépéssel szemben így hát, reagálja. Az alaptörvény negyedik módosítása ilyen jogtiprásokat ég az ember olyanokat is meg tud tenni, amit egyébként lehet, hogy nem. Szóval ez megköveteli azt a fajta viselkedést, ami egy ilyen helyzetben megkíván. Úgyhogy, fiatalok sajnos. És higgadtak. És nem forró fejűek ebből a szempontból. Meddig maradnak? Most élő képeket látunk egyébként a Lendvai utcai székházhoz, tehát gondolom innen oda mennek önök is vissza. Igen, igen. És meddig maradnak, vagy hogy mi a terv? Hát az a célunk, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányra, illetve azokra a képviselőkre, akik beadták ezt az alaptörvénymódosító tervezetet, és azt akarjuk, hogy ők ezt visszavonják. Ugye ennek hétfőn lesz a szavazása, tehát ez a célunk, ezt akarjuk elérni, és addig akarunk bemaradni, amíg ez meg nem történik. Az a helyzet, hogy a bent lévő biztonsági őrök, akik magukat nem így mutatják be, de ezt a funkciót látják el, látszólag, ők ezt ugye meg akarják akadályozni erőszakkal is, tehát hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Hogy micsoda, mit mondanak a biztonsági őrök? Bocsánat, tehát az a lényeg, hogy megjelentek, tehát hogy megjelentek egy ponton ilyen emberek, akik bementek, és azt mondták, hogy ők itt ismerősök arra a kérdésre, hogy ők biztonsági őrök-e, és ezután ott felléptek, és ezután volt az, hogy erőszakkal is felléptek a demonstrálók ellen, tehát, hogy, és most ők elállják jelenleg a bejáratot. És, de egyébként kik? Tehát a háznak, a székháznak a biztonsági magukat őrei? Magukat a barátoknak tartják, hát a Fidesznek a barátjai, de önmagukat nem definiálják biztonsági őrökként, amúgy ezt a funkciót igyekeznek ellátni. Civil ruhás emberek, tehát nem biztonsági őr, nem egyenruhában. Igen, igen. Is? Aha. Hát sajnos, tehát hogy mi sem tudunk velünk ilyen szempontból mit kezdeni, és hogy a testi épségünket nem szeretnénk amúgy kockáztatni, tehát hogyha ez kerül esetleg veszélybe, akkor természetesen mi inkább kivonulunk majd onnan, de addig szeretnénk tartani, amíg lehet. Békésen. Akit elvittek, és szabálysértési eljárás indult ellen, és 30 000 forintra megbírságolták, ő például mit csinált? Ő sem csinált semmi többet, mint amit mindannyian, akik ott voltunk, csináltunk. Annyi történt, hogy ott ült az ajtóban, elkezdték őt is így, a kezét csavarták, rugdosták és hasonlók, majd amikor a rendőrök kivették, akkor ő passzívan ellenállt, és ez képezte a szabálysértésnek a tárgyát, tehát, hogy passzívan ellenállt. Tehát, hogy ellenállt a hatósági fellépésnek. Igen. De amúgy ő maga semmit nem tett. A passzív ellenállás is szabálysértés ilyen szempontból. Hát a mai nap megjelent a Fidesz két kommunikátora is önök között, megjelent Kocsis Máté és Selmeci Gabriella, hozott házi süteménynek álcázott tartós nápolyit, ezt csak azért mondom, Selmeci Gabriella mondta, hogy házi sütemény, de láthatóan nem az volt, nem mintha ez lenne a lényeg.
És Más Elmeci Gabriella is azt mondta, hogy hát Bajnai Gordon küldte ide a csapatait, ezt Kósa Lajos megfejelte, és azt mondta, hogy lám-lám, itt van, szerveződik a Bajnai Gárda. Önöket Bajnai Gordon küldte? Természetesen nem küldött minket Bajnai Gordon. Igazából engem meglep, hogy tényleg ezt tudják kitalálni így reakcióként, tehát hogy szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy nem áll mögöttünk semmilyen politikai párt, vagy bármi ilyesmi. Tényleg az a helyzet, hogy ők egy olyan szintű, tehát egy olyan szintű felháborodást generáltak a társadalomban, hogy ennek vannak, tehát erre reagálnak az állampolgárok, és ők ezt most megpróbálják úgy beállítani, mint hogyha az ő politikai ellenfeleiknek a játszmája lenne, szerintem ez teljesen nevetséges. Teljesen, tehát hogy függetlenek vagyunk minden politizáltak valahol valamikor? Most nyilván nem úgy, hogy otthon vagy társaságban, hanem valamilyen politikai kötődésük volt, van. Én úgy gondolom, már az is politizálás, amikor én ide kiállok és tiltakozom, mert ez is egyfajta politika, de ha világos, pártokról beszélünk, nem. Politikai pártról beszélek. Nem. Ami még az előző kérdésre visszatérve, az, hogy Selmeci Gabriella és Kocsis Máté Nápolyival próbálja orvosolni azt a problémát, hogy az alaptörvény negyedik módosítása jogokat korlátoz és nem biztosít. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon gusztustalan és pofátlan cselekedet volt. A békemenet, amikor megjelent, akkor egy molinót hoztak ők is. Ezen az volt, hogy gyászol a nemzet, haza árulóktól szenved. Igen, és tele volt MSZP-s képviselőkkel amúgy a molinó. Hát látszik, hogy az ő retorikájukban két dolog van, amit tudnám mondani, vagyis hát igazából egy, hogy mindig az ellenzék képviselőkre, pártpolitikusokra próbálják ezt az egészet ráhúzni, és egyáltalán nem veszik észre azt, hogy mi lelkiismeretes, tisztességes állampolgárok voltunk ott tiltakozni, és hogy nem értünk ezzel egyet, és hogy itt igenis a népszaváról van szó, amit ők egyáltalán nem hallanak meg, és kényszerítenek minket olyan eszközökre, hogy elmenjünk hozzájuk, és ott tiltakozzunk a romboló magatartásuk ellen. És hogy ezen kívül mindenkit hívnánk szombaton 3-kor lesz az Alkotmány utcában egy tüntetés, amit civil szervezetek szerveznek, és hogy mindenki jön, aki csak tud. Itt megjegyezem, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a civil politizálás, az, ami igenis politizálás, viszont pártoktól független, az egy nagyon fontos kontrollja és ellensúlya lehet a pártok közötti a csarkodásoknak, az esetleges ilyen melléktermékeinek, illetve maguknak a pártoknak, és hogy ezt nagyon sok párt nem hajlandó tekintetbe venni, hogy ilyen létezik. Tehát, hogy van olyan, hogy civil politika, és hogy ez az ellenzéki pártoknál is, tehát, hogy gyakran felmerül, hogy az ellenzéki pártok is úgy érzik, hogy mi embereink, igen, vagy mi igen, igen. Ami egyébként bizonyos szempontból, ha ez az ország nem így fognak fel egy csomó mindent, akkor nem lenne egy ördögtől való dolog. Tehát, hogy a civilek fellépnek valami ellen, valami mellett, és ehhez az ügyhöz pártok is csatlakoznak, és azt mondják, hogy mi támogatjuk őket. Ez normál esetben egyébként nem kellene, hogy sértő legyen. De nem biztos, hogy ezt a normál esetet már elértük. Igen, sajnos, hogy próbálnak minket nagyon így mindig ketté választani az országot, hogy van, aki ugye minket támogat, és az, aki nem, az már csak az lehet, aki amúgy. Az már a hazaáruló, igen. Meg hát nem az a probléma, hogyha egy párt azt mondja, hogy egyetért velünk, hanem hogyha a népszerűséget próbál nyerni azáltal, hogy rontja, tehát ami azzal jár, hogy rontja a civil politizásnak a hitelét, illetve az, hogy azt gondolom, hogy mondjuk ezen az alaptörvény módosítás ellen simán kiállhat. Tehát ez olyan embereket is sért, akik mondjuk a Fideszre szavaztak az előző választásokon, tehát hogy abszolút nem pártpolitikai törés van. Ez párt semleges, úgy érzik, értem. Amióta a békemenet tagjai is ott vannak, azt az előbb már ő mondta, hogy miket csináltak és miket mondtak önökre, de hogy én azt olvasom, hogy a szópárbajok vannak. Utca egyik oldalán áll a békemenet, másik oldalán állnak önök, és akkor így kiabálnak át egymáshoz, vagy önök csak skandálják azt, amit már reggel óta skandálnak, és a másik oldalról jönnek ezek a nem túl finom megjegyzések, hogy mi történik? Muszáj megemlíteni, hogy itt már nem csak az úgymond eredeti tüntetők vannak, hanem folyamatosan érkeznek új emberek mindkét oldalról, tehát ez egy folyamatosan evolválódik, eszkalálódik ez a dolog ott a Fidesz székház előtt, és hogy pont ezért lesz amúgy 8-kor egy szimpátia tüntetés is, amit így szervezünk. De most 8-kor?
8-kor még lesz, igen, egy szimpátia tüntetés is. Ugyanott, tehát, hogy aki... Igen. Aha. Tehát, hogy folyamatosan érkeznek új emberek, mi ugyanazokat képviseljük, és ugyanazok szerint járunk el, amit már egész nap tettünk, tehát nem mindenki értelmeztesen nem tudom felelősséget. De önök ugye az alkotmányt és az alkotmány védelmét mondják, tartják, transzparensen skandálják. Önökkel szemben elhangzott egyáltalán, hogy az alaptörvénnyel kapcsolatban valami, hogy jó az alaptörvény úgy, ahogy van, vagy ne bántsátok az alaptörvényt, vagy mi a szópárbajnak a tárgya? Hát, inkább ők arra próbálnak reflektálni, hogy mi egy jogsértéssel próbálunk válaszolni egy jogtiprásra, és ezt ők nem igazán értik. Persze felmerülnek a Viktor éjjelzések és bátorítások, aztán ezen kívül még szokott ez a én mennyit dolgozok, miért nem tanulsz, általában elszokott, de az alaptörvényről érdemi vitát nem tudunk folytatni a békemenet résztvevővel. Én ugye ott voltam reggel 10 óta, és igazából egy ilyen, nem tudom, 2-3-szor, ha elhangzott bármilyenre vonatkozólag, és általában az annak a tartalmi része az annyi volt, hogy itt igenis demokrácia van, itt semmi gond nincs a jogállammal. Egyébként azért elég hangsúlyosak békemenetes emberek részéről az ilyen nem identitásra, származásra és ilyesmire utaló dolgok, tehát inkább az érdekli őket, mint az alaptörvény. Aha. Hát akkor ez mondjuk nem egy érdemi vita az utcán. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták azt, hogy mi történt eddig, és figyeljük, hogy mi történik ezek után is, mert hogy kapcsoljuk a helyszínről tudósítónkat, Szakál Erzsébetet, mik a legfrissebb információk, hányan, nem darabszámra természetesen, hányan vannak, kik vannak többen, mi történik most, kinek mit mond. Pár másodperces csúszással, hangcsúszással halljuk természetesen az ilyen felvételt. Jó estét kívánok! A létszámot tekintve lényeges változás nincsen. Az, hogy kik vannak többen, azt általában abból lehet megítélni, hogy melyik tábor a hangosabb. Most éppen nekem úgy tűnik, hogy a diákok tábora a hangosabb. Egyébként este 8 órára a hallgatói hálózat tagjai jönnek majd ide, akik szolidaritást vállalnak az itt lévő diákokkal, beszédeket is terveznek. Folyamatosan kiabál egymásnak a két tábor, a diákok folyamatosan próbálják felolvasni a követeléseiket. Most innen az utcáról általában pozitív visszhangokat kapnak, talán kevesebben vannak azok, akik ellenük tüntettek. A diákok egyébként most már egy másik erkélyét is elfoglalták itt a Fidesz székház épületének, onnan is próbálják felolvasni a követeléseiket, pár pillanat ez történik itt a helyszínen. Az előbb két tüntetővel beszélgettem itt a stúdióban, ők nagyon komolyan hangsúlyozták, és most is, miközben mi beszélgetünk egymással, hogy nem csak diákok vannak ott. Tehát az, hogy diákok is, de egyébként ez nem egy diák megmozdulás. Ez ott elhangzott? Ismét már csúszással hallják önök a hangot. Folyamatosan kiabálnak egymásnak, és nagyon sokan most már válogatás nélkül kiabálnak egymásnak, tehát nem figyelnek arra, hogy ki az, akit megpróbálnak túl kiabálni. Nagyon sokszor előfordulnak emiatt nézeteltérések ide lent. Az, hogy pontosan a tömegnek a melyik részén vannak inzultusok, ez nem mindig tudjuk lekövetni. Egyébként a rendőrök folyamatosan itt vannak és biztosítják a helyszínt, de azt mondják, hogy addig, amíg nem lesz atrocitás, addig ők nem fognak beavatkozni, amíg nem lesz tettlegesség, addig nem fognak elküldeni innen a helyszínről senkit sem. És egy kis elnézést kérnék, azt pontosan nem értettem a kérdésedet sajnos, mert időközönként itt nagyon nagy a hangzavar, amikor elkezdenek skandálni, akkor nagyon nehezen hallom, amit mondasz. Észrevettem, de semmi baj, majd még az adás folyamán kapcsolunk téged, és akkor addig tisztázzuk a kérdést is, meg az legfrissebb és a legújabb információkat is. Most pillanatnyilag köszönöm szépen. És akkor mindjárt folytatjuk, tehát azt kérdeztem és azt hangsúlyoztam, hogy ebben az esetben ugye nem diák tüntetésről van szó, vannak diákok is, nem diákok is, és ezt nagyon hangsúlyosan mondták már és említették többször a mai demonstrálók. És mindjárt folytatjuk és még kapcsoljuk a helyszínről a kolléganőnket.